estét kívánok, köszöntöm műsorunk nézőit. 2021-ben is rányomta bélyegét az egész évre a koronavírus járvány, hogy Somogy 4-es választókerületét miben és miként érintette a koronavírus járvány. Többek között erről is kérdezem Vicma Mihályt, a térségországgyűlési képviselőjét. Jó estét kívánok! Milyen volt az elmúlt esztendő, hogyha a Covidot és a fejlesztéseket nézzük? Ugye volt egy 2020-as év, amikor szinte minden leállt. Mennyire sikerült bepótolni akár a fejlesztéseket 2021-ben? Ha a magunk mögött hagyott 2021-es esztendőt vizsgáljuk, akkor a közösen a térségben elért eredmények, a kormányzati támogatások és a megvalósult fejlesztések tükrében azt mondhatom, hogy egy rendkívül sikeres és eredményes esztendőt zártunk. Hogyha a koronavírus járvány alakulása szempontjából vizsgáljuk, akkor pedig sajnálattal megint azt kell megállapítanunk, ahogy tavaly ilyenkor is, hogy egy kihívásokkal teli év van mögöttünk. Sajnos néhány évvel ezelőtt még csak nem is gondoltuk volna, hogy előfordulhat olyan helyzet, hogy korábban csak a filmvásznakról, vagy éppen a hollywoodi filmgyártás produkcióiból megismert szokásokkal, kifejezésekkel kell megbarátkoznunk és együtt élnünk. Karantén, PCR-teszt, gyors teszt, távolságtartás, védőmaszk használata, és még sorolhatnánk. Én azt gondolom, hogy mindannyian azt szeretnénk nyilvánvalóan, és abban vagyunk érdekeltek, hogy ez a vírus minél hamarabb eltűnjön, és ahogy jött, úgy itt is hagyjon bennünket, és minél hamarabb visszatérhessünk a normális életünkbe. Egyetlen egy dologra tanított meg minket ez a járvány, azt gondolom az elmúlt hónapokban és az elmúlt években leginkább, hogy tudjuk értékelni azt, hogy milyen is volt az életünk a járvány előtt. Talán akkor nem is tudtuk, hogy ilyen védőintézkedések nélkül milyen szabadon és milyen boldogan élünk. Hát bizony mindannyian azt várjuk, hogy ennek a járványnak vége legyen, és ismét az a régi élet visszaköltözön a mindennapjainkba. Mennyire szereztek rutint a védekezésben a települések, akár a választókörzetéhez tartozó városok, kisebb falvak? Mert ugye nem egyszer volt arra példa, hogy tényleg összefogott egy település lakosság, hogy akár mondjuk az ételek kiszállításában tudják az időseket segíteni, vagy a gyógyszerek beszerzésében. És hát ez ugye, mondhatjuk azt, hogy felfokozott volt a Covid idején. A 2020 tavaszán, amikor ránk törte az ajtót ez a hivatlan és láthatatlan vendég, a koronavírus járvány, akkor bizony nagyon sokan megrendültünk ezen, és ezt az új életformát egy bizonyos ideig tartott, amíg kénytelen kellett lenne, megszoktuk, és ezeket az új magatartásformákat magunkra erőltettük. Én azt gondolom, hogy itt a választókörzetben akár az önkormányzatok, akár a civil szervezetek, akár az egyházak munkájának köszönhetően, nyilván az állami segítségnyújtások mellett sikerült felvenni a küzdelmet a Covid-dal szemben. Ettől függetlenül ez a járvány ez most is itt van közöttünk, de például nagyon nagy örömmel tapasztaltam a különféle szociális, karitatív tevékenységeknek a még intenzívebb formában történő megvalósulását, akinek segítségre volt szüksége, azt gondolom, hogy meg tudta kapni a szükséges ellátást, vagy éppen egy egyszerű gyógyszerbeszerzést, vagy adott esetben a falubuszok nagyon jó szolgálatot tettek a vidéken élőknek, most már közel 60 falubusz szolgálja a térségben élőket, akik nem tudtak korábban utazni, vagy éppen a bevásárlást nem tudták megoldani. Ezekkel a falugondnoki szolgálatokkal, tanyagondnoki szolgálatokkal az önkormányzatok is óriási segítséget tudtak biztosítani a térségben élőknek, minden kihívás ellenére. Ettől még az életünk természetesen nem úgy alakult, ahogy szeretnénk, és ezért is mondtam az előbb azt, hogy nagyon bízom benne, hogy ennek a járványnak mi hamarabb vége lesz. Fejlesztéseket mennyire állította meg a járvány? Nyilván így az év elején, illetőleg egy év végén az ember mindig hajlamos arra, hogy egyfajta szakaszhatárt húzzon az életében, ezt mi naptárban, években szoktuk általában mérni. Ilyenkor egy picit megállunk, magunk mögé tekintünk, és megpróbálunk egyfajta számvetést készíteni, egyfajta mérleget vonni a magunk mögött hagyott időszakról. Ilyenkor elemezzük a sikereket, az elért eredményeket, és új célokat, új álmokat, új terveket szövünk a jövőnkkel kapcsolatban is. Nyilván országgyűlési képviselőként egy picit számomra speciális és különleges a 2022-es év, hogyha itt a fejlesztések tükrében vizsgáljuk, ugyanis nem csak, nem, és azt gondolom a választópolgárok számára is, hiszen 2022 egy választási év. Az országgyűlési választásokra most már ugye tudjuk, hogy április 3-án kerül sor egyébként a gyermekvédelmi népszavazással egyetemben,
és ilyenkor célszerű valóban ezt a mérleget megvonni. A kérdés az nagyjából úgy szól, hogy április 3-án arról fogunk dönteni, arról kell döntenünk, hogy szeretnénk-e folytatni az eddig elért közös sikereket, akár a térségi fejlesztések tekintetében, akár az adócsökkentések, a béremelések, a gazdasági növekedés, a rekordfoglalkoztatottság tekintetében, vagy éppen a család és otthonteremtési támogatások, vagy a rezsicsökkentés tekintetében, vagy visszafordulunk a 2010 előtti kudarcos baloldali kormányok által elért kudarcos korszakba. Hogyha a fejlesztésekre fókuszálunk, akkor nyilvánvalóan én a 2014-től számított időszakot tudom egyfajta elemzési időszakként értékelni, hiszen az itt élők bizalmának köszönhetően azóta próbálok a legjobb tudásom szerint tevékenykedni a térség fejlődése érdekében, és próbálom szolgálni lelkiismeretesen az itt élőket. Hogyha ezt összegezzük, akkor azt mondhatjuk, hogy egy rendkívül sikeres időszak van mögöttünk. Több mint 300 milliárd forint fejlesztési forrás, illetve támogatás érkezett a Somogy 4-es választókörzet 71 településére. Itt nyilván vannak állami beruházások, önkormányzati beruházások, vállalkozások, civil szervezetek és egyházak által elnyert támogatások. Nehéz 8 évet felsorolni, nehéz az utóbbi 4 évet is, és akár nehéz 1 évet is felsorolni. Hogyha címszavakba kellene mondani, akkor nagyon boldog vagyok, hiszen mintegy 250 kilométer utat sikerült felújítanunk az elmúlt időszakban a választókörzetben. 250 kilométer utat vagy felújítottunk, vagy megépítettünk, ezek közül néhány most is folyamatban van még. Ezen kívül olyan infrastruktúrális fejlesztéseket tudtunk elérni, mint akár az új volánbuszok beszerzése, most már a választókörzetem kétharmadát lefedik ezek az új buszok. Dél-Balatoni vasútvonal felújítás szintén egy nagy állami beruházás keretében valósult meg. Szennyvízprogramban hatalmasat léptünk erről, több mint 17 milliárd forintból szennyvízhálózatot tudtuk bővíteni. Itt még mindig vannak hiányosságaink, az előttünk álló tervekben szerepel ezeknek a pótlása, természetesen ivóvízminőségjavító programok, csapadékvízelvezetés, Siófoki Kórháznak közel 5,5 milliárd forintos fejlesztését tudtuk megvalósítani, és most néhány napon belül egy újabb több százmilliós kormányzati támogatásról fogunk majd beszámolni a főigazgató úrral. Most is folyamatban van egy új épülettömb, a pszichiátriai épülettömb megépítése, az idei évben átadásra kerül. 50 orvosi rendelőt újítottunk fel az elmúlt években a térségben. Új mentőállomások épültek Tabon és Igalban, Siófoki mentőállomás épülete modernizálódott. 40 óvodát sikerült korszerűsítenünk a térségben, és 14 bölcsőde építésére nyílt a lehetőségünk. Turisztikai fejlesztések, strandfelújítások, Szántóth-Pusztai Majorságnak a komplex fejlesztése mind-mind megvalósult. Magyar Falu Program egy óriási siker, azt gondolom, a falvak életében, ahogy az előbb említettem, most már 60 falubusz szolgálja a térségben élőket, oktatási, közösségi, kulturális intézmények, önkormányzati ingatlanok újultak meg, sportberuházások valósultak meg, tornatermek épültek. Tehát, hogyha mindet összevesszük, akkor azt gondolom egy kalap alá az elmúlt évekből, akkor azt tudom mondani, hogy ennyi idő alatt ilyen sok fejlesztés ebben a térségben még soha nem valósult meg. Köszönet ezért az itt élőknek, hiszen az ő erőfeszítéseik, összefogásuk és partnerség nélkül ez nem valósulhatott volna meg. Közös sikerekről beszélek. Taszártól a Balatonig tart a választókörzet, választókerület. Városok, kisebb települések egyaránt beletartoznak. Mi a tapasztalat? Ki milyen forrásra és milyen fejlesztési célra pályázik? Ugye egyrésztről a Magyar Falu Programot már említette. Hát a Magyar Falu Program egyértelmű sláger támogatási forma. 2019-ben indított el a kormányzat a Magyar Falu Programot, egy teljesen hiánypótló fejlesztési formaként. Tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy korábban a magyar vidékfejlesztésben ilyen támogatási konstrukcióra nem volt mód és lehetőség, mint amilyet az utóbbi években a Magyar Falu Program jelentett. Különösen fontos ez egy olyan térség számára, mint a miénk, hiszen a választókörzetemhez 71 település tartozik, és a 71 településből 70 település, 5000 fő lélekszám alatti, magyarul Magyar Falu Programba megfelelő és oda pályázni tudó településekről beszélhetünk. Nincs olyan település, aki az elmúlt években évente legalább 2-3 Magyar Falu Programos fejlesztést ne tudott volna megvalósítani és elnyerni, és én azt gondolom, hogy
azért kell a jövőben is dolgoznunk, ahogy én mondani szoktam, hogy vidéken élni ne kihívás legyen, hanem egyfajta lehetőség. Ennek most már a jelei látszódnak, egyébként a családtámogatások, az adócsökkentések, a béremelések, a falusicsok, a Magyar Falu Program fejlesztéseinek köszönhetően. Jó néhány településen már bővülő lakosságszámról beszélhetünk, és azt hiszem, hogy nagyon nagy öröm a térségnek a Magyar Falu Program által biztosított fejlesztési lehetőség. Ezek az idei évben már kiírásra kerültek, és reményeink szerint tavasszal már újabb eredmények is születhetnek. Ezek mellett természetesen a vidékfejlesztési programok, belügyminisztériumi támogatások, egyedi kormányzati támogatások, vagy éppen a területfejlesztési operatív program támogatása is meghatározták az önkormányzatoknak a fejlesztési lehetőségeit nagymértékben. Voltak a vállalkozók által elnyert pályázatok, azért a gazdaság élénkítésében és a rekordmértékű foglalkoztatottságban, ne felejtsük el, most 4,7 millióan dolgoznak Magyarországon, ezeknek a támogatásoknak óriási szerepe volt, 2015 3,7 millióan dolgoztak, 12% fölötti volt a munkanélküliség, most pedig 3,7 millióan dolgoznak, és 3,5-3,6% a munkanélküliség, és hát a vállalkozói pályázatok mellett civil egyházi támogatásokból is hatalmas beruházások, fejlesztések valósulhattak meg, és a végére hagytam a nagy állami beruházásokat, az olyan nagy állami beruházásokat, amelyeknek köszönhetően szintén az infrastruktúra fejlesztésben léptünk óriásit előre. Ha csak visszatérek az útfejlesztésekre, akár a megyeszékhelyet a Balatonhoz közelebb hozó, vagy a Balatont a megyeszékhelyhez közelebb hozó 67-es gyorsforgalmi út elkészültére gondolok, újabb szakasza épül egyébként már most is Kaposfüredi oldalról, illetve a víz látrány felüli Balaton szemes felüli szakaszon is, és hát legalább ennyire fontos a Dél-Balatoni vasút felújítása, a 19 milliárdos Siózsilip projekt, az előbb említett Szántótpuszta komplex fejlesztés, vagy olyan térségi állami útfejlesztések, amelyek megvalósultak nálunk is, például a Ságvár-Ádánd, Siójút Balatonszabadi útfejlesztés, vagy a Balatonszabadi Siófok között megvalósuló útfelújítás, vagy a Mernye Szentgáloskér-Ráksi összekötő útnak a megépítése, és most a legutóbb, gyakorlatilag a napokban készült el, utolsó simítások vannak csak hátra az Andocskarád és víz közötti út teljes felújításában is. Ezek nagy eredmények, azt gondolom, és nem csak az itt élőknek, hanem a rendszeresen ezeken az útvonalokon közlekedők számára is szemlátomást, a fejlődés jeleit mutatják. 71 településből nehéz egyet-kettőt kiemelni, de mégis erre kérném. Akár mondjuk egy NYIM méretű településen, vagy egy Taszáron milyen fejlesztések valósultak meg? Hát NYIM egy északi település, a választókerületemben Taszár egy déli település, NYIM egy alapvetően kisebb település, Taszár egy nagyobb település, Somogy megyei viszonylatban mindenféleképpen, hiszen mi egy apró falvas térség vagyunk. Talán Taszára kezdeném, egy 2000 lakosság számú településről beszélünk, ahol az elmúlt években mondhatom nyugodtan, hogy a település fejlesztése szempontjából stratégiai jellegű beruházások tudtak megvalósulni. A teljesség igénye nélkül, hogyha felsoroljuk őket, akkor azt láthatjuk, hogy az elmúlt 1-2 év alatt mintegy 1 milliárd forint kormányzati támogatás felhasználására volt lehetőségünk Taszáron. Olyan nagy beruházásokra tudtunk elnyerni támogatást, mint az ipari park kialakítása, a taszári Fésűs Éva általános iskolának a komplex energetikai felújítása most ér a végéhez, de már tervezzük egy Magyar Falu Programból a belső ajtóknak a cseréjét, illetve a belső szépészeti beavatkozásokat. Egy újabb Magyar Falus Programból a még meglévő hullámpalatető szerkezeteket szeretnénk ott lecserélni. De nem csak az iskola fontos a taszáriaknak, hanem a bölcsöde is. Három különféle projekt keretén belül egy óvodai udvar korszerűsítésre, egy óvoda felújításra és egy óvodai torna terem kialakítására is nyílott módunk és lehetőségünk. A közelmúltban több mint 200 millió forintos csapadékvízelvezetési elnyert pályázati forrás felhasználása kezdődött el. Az önkormányzati épület, vagy ahogy a helyiek HEMO-nak szokták hívni, a felújítása két ütemben valósult, meg itt alapvetően szépészeti és energetikai korszerűsítésekről beszélhetünk. Orvosi eszközök beszerzésére nyert el a település támogatást, építési telkek kialakítására, vásártér létesítésére, kamerarendszer kiépítésére, de legalább ennyire fontos, azt gondolom, a helyi civil egyesületeknek, vagy a közösségi programoknak a támogatása, vagy éppen a lakótelepi boltnak a felújítására elnyert forrás, járdaépítések, tehát sorolhatnám, azt gondolom, Taszár egy nagyon dinamikus fejlődési pályára állt, és
Talán nem árulok el nagy titkot, hogyha a jövőben még ennél is nagyobb terveink vannak TASZ-ra kapcsolatban. Erről még nem szeretnék beszélni, de amint lesz konkrétum, természetesen erről is tájékoztatni fogjuk a sajtót és a közvéleményt. Nyím egy kis telep... Ezzel szemben van egy zsáktelepülés kicsi lakossággal. Pontosan. Nyím egy néhány évvel ezelőtt még 290 körül lakossággal rendelkezett. Az elmúlt évek fejlesztéseinek, többek között önkormányzati épület, orvosi rendelő felújítás, szabadidő fitness park kialakítása, elhagyott ingatlanok megvásárlására elnyert kormányzati támogatások, most legutóbb egy 160 millió forintos csapadékvíz elvezetési támogatás elnyerése, orvosi eszközök beszerzése, helyi közösségi programok, civil szervezetek támogatása, mind-mind azt mutatja, hogy a kis település is tud élni a kormányzat kínálta a fejlesztési lehetőségekkel, és pontosan ezeknek a beruházásoknak, ezeknek a megvalósult fejlesztéseknek köszönhetően, a falusi csoknak köszönhetően, vagy éppen a különféle családtámogatási formáknak köszönhetően, azt mondhatjuk, hogy egy rendkívül dinamikus fejlődés van a lakosság szám tekintetében is Nyímben. 290-ről a polgármester úr arról tájékoztatott, hogy 340-re növekedett a település lakossága az elmúlt időszakban. Falusi csok mennyire népszerű, mennyire sikerül vele a vidék megmaradását elérni? Ami a falusi csoknak a célja volt, ugye ez is a Magyar Falu program keretén belül megvalósuló egyfajta családtámogatási forma. A Magyar Falu programon belül a választókörzetemben az elmúlt 2019-től idáig tartó időszakban több mint 10 milliárd forint volt csak az infrastruktúrára költhető forrásoknak az összértéke, és ebben nem számolom bele a vállalkozók támogatását, a kisbolt fejlesztések támogatását, és nem számolom bele a falusi csokot sem. A falusi csok a 3200 magyarországi település közül közel 2500 településen elérhető, ez egy óriási eredmény, és pontosan a vidéken való letelepedés, otthonteremtés szempontjait próbálja meg hatékonyan támogatni. A választókörzetemben a 71 településből mintegy települések 90%-a megfelel a falusi csok elvárásainak, és nagyon-nagyon népszerű programról beszélhetünk. A polgármesterekkel rendszeresen nyugodtan mondhatom, hogy napi szinten tartva a kapcsolatot, azt láthatom, hogy nem csak Nyímben, most legutóbb éppen Somogy Medgyesen voltam, ahol polgármester úr arról számolt be, hogy nem csak, hogy növekszik a falu lakossága, hanem például az eladóházak is megszűntek a településeken. Korábban egy-egy utcába, ha bementünk, egy kis faluban, vagy akár egy nagyobb városban is, több tucatnyi eladóházat találtunk. Ezek pontosan az ilyen támogatásoknak köszönhetően kezdenek megszűnni. Egyre több településen látható, hogy felújítják ezeket az épületeket, oda költöznek a településekre, akár városokból is emberek, és bizony élnek ezekkel a pályázati lehetőségekkel, amelyek a vidék támogatását, felvirágoztatását nagy mértékben tudják szolgálni véleményem szerint. Mely települések a vonzók, amelyek közelebb vannak valamelyik városhoz, vagy ez teljesen változó? Alapvetően a választókörzetben, a Somogy négyes választókörzetben nagyon sok olyan települést tudnék felsorolni, amelyek az elmúlt években megvalósított különféle beruházásoknak, infrastruktúra fejlesztésének köszönhetően ebben a tekintetben nagyon nagy előnyre tettek szert. Hogyha a Kaposvárt az M7-es autópályával vagy a Balatonparttal összekötő 67-es gyorsforgalmi útról beszélünk, akkor olyan településeket tudtunk helyzetbe hozni, mint mondjuk Visz vagy Somogybabod, vagy éppen Felsőmocsolád vagy Ecseny, akiknek gyakorlatilag egy ahogy szoktuk mondani, egy kövér gáz elég most már ahhoz, hogy akár a Balatonhoz, akár a megyeszékhelyhez eljuthassanak, akár az autópályához. Tehát a Balaton közelsége, az autópálya közelsége, a nyugodt környezet, a gyönyörű somogyi táj adottságai és az infrastruktúra biztosítása, azt gondolom, hogy mind-mind vonzó célpont lehet. És hát az előbb említett települések mellett akár említhetnénk Nyimet, Ságvárt, Ádándot és nagyon sok olyan települést a választókörzetben, aki ezeknek a fejlesztéseknek köszönhetően sokkal jobb helyzetbe került, mint korábban volt. És akkor lássunk egy kis országos kitekintést, több kormányzati intézkedéssel is indult az év, ezek közül melyek érintik leginkább a választókörzet lakóit? A fejlesztésekről rengeteget beszéltünk, ezt szándékosan most ki is hagynám, de azt azért látni kell, hogy a koronavírus járvány nem csak Magyarországot, egész Európát, sőt az egész világot és a világ országainak a gazdaságát nagyon nagy mértékben
negatív irányban befolyásolta. Ezzel szemben mi magyarok azt mondhatjuk nagyon büszkén, hogy Magyarország, hogyha az Európai Uniós tagállamok gazdasági bővülését tekintjük, ebben a képzeletbeli versenyben a dobogós helyen áll. Tehát az élmezőnyben vagyunk. Magyarországon a koronavírus járvány ellenére is sikerült megtartani a gazdaság növekedését, és az előbb említett rekordmértékű foglalkoztatottság és a gazdaság bővülése együttesen olyan tartalékokat képeznek ma a magyar állam működésében, amelyek lehetővé tesznek olyan intézkedéseket, mint további béremelések. Ne felejtsük el, a minimálbér 200 ezer forintra, a garantált bérminimum 260 ezer forintra emelkedett, vagy az idei évben is akár a tanárok, a bölcsődei dolgozók, az óvodai pedagógusok, a kulturális vagy a szociális szféra, a rendvédelmi dolgozók vagy a katonák esetében is sikerült juttatásokat, illetve béremeléseket eszközölni a költségvetésben. És a béremelések évről évre megvalósulnak, ezzel szemben adócsökkentésekről beszélhetünk, és a családtámogatási rendszerünk, otthonteremtési rendszerünk pedig példaértékű Európában. Hogyha az adócsökkentések mértékét nézzük, ez szintén egy történelmi példa Magyarországon, csak ebben az évben, a múlt évben elfogadott döntéseinknek következtében mintegy 1500 milliárd forint adócsökkentést hajt végre a kormány, és ebben benne vannak az olyan rendkívül fontos és még soha nem látott intézkedések, mint például a gyermeket nevelő szülőknek a személyi jövedelemadójának a visszatérítése. Ez önmagában 600 milliárd forint lehetőséget teremt a szülők számára, vagy a 13. havi nyugdíj visszavezetése. Ugye eredetileg arról volt, hogy egy vagy két heti nyugdíjat tud a kormány visszaadni a nyugdíjasoknak, amit korábban a baloldal elvett tőlük. A gazdaság, mivel jóval 5%, a kívánt 5% fölött teljesített, így az egész 13. havi nyugdíj visszaadására van mód és lehetőség, és hát ne felejtsük el a 25 év alattiakat, a legfiatalabbakat is, akiknek az egzisztenciájuk megteremtésében óriási és eddig példanélküli segítség az, hogy gyakorlatilag személyi jövedelemadót nem kell nekik fizetni. Ez összköltségvetési szinte mintegy 140 milliárd forintot jelent, ennyi marad a fiataloknál, ez egy óriási segítség lehet. És hát folyamatos kihívásokkal szembesülünk. Azt láthatjuk, hogy Magyarországon a lakossági rezsijárak nem változnak, ezzel szemben egész Európában és az egész világon hatalmas áremelkedések vannak a rezsit tekintve. Magyarország pontosan nem csak a rezsistoppal, hanem a kamatstoppal, az üzemanyagástoppal vagy az élelmiszerástoppal igyekszik ennek a nemzetközi tendenciának az elejét venni, és természetesen nagyon bízunk abba, hogy ezek a nemzetközi folyamatok hamarosan egy jobb irányt vesznek, addig is az államnak azt gondoljuk, hogy kötelessége a magyar emberekről való gondoskodás és a lehetőségeihez mérten a gazdasági növekedés tükrében, függvényében ezeket az intézkedéseket megtenni. Vicma Mihálynak nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, önöknek pedig köszönjük a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!